Pár hetes kiskutyák a kennelben, mellettük pedig egy jó házőrzőnek bizonyuló felnőtt Ebb. A nyíregyházi állatotthon jelenleg teltházzal üzemel, fajta tiszta kutyák, sérült keverék, ebek, megunt kölykök, no és rengeteg macska. Több mint dupla annyi állat van az otthonban, mint amennyi hivatalosan elférhetne. Az Állatbarát Alapítvány önkéntesei és munkatársai erőn felül dolgoznak nap mint nap. Az otthon kapujára is kiírták már, létszámstopp van náluk, ám ez sokakat nem érdekel. Forgatásunk alatt egy nyírségvizes autó is megállt az állatotthon előtt. Gyimesi György az utca elején vett észre egy doboznyi kirakott kiskutyát. Nem is kettő, három. De hordjuk ki a szennyvíztelepről az iszapot, és itt találtam a bekötő utast. Vessük ura, hogy befordulunk, itt ezen a Csatorna utcán, a bekötő utcán találkoztam meg ezt. Úgyhogy felvettem, mondom, nehogy itt ebben melegben megfújjon. Úgyhogy csak ennyit tudtam. Egy 5 perccel ezelőtt volt, hogy jöttem, és már mire mentem vissza, már megvolt ide, le volt téve. Az állatotthon munkatársai befogadták az ebeket, ám mi hamarabb ideiglenes vagy tényleges örökbefogadót keresnek majd ezeknek a kölyköknek is. Az otthon vezetője az állatbarátok segítségét kéri abban az esetben is, ha az utcán látnak, találnak kóbor vagy éppen kitett állatot. Keressenek azért bennünket, hiszen nagyon szívesen nézünk Csippet a kutyusról, hirdetjük az oldalainkon, hogy megtalálja az eredeti gazdiát, vagy az új gazdáját, és türelmet kérünk az ügyben, hogy mivel elhelyezni nem tudjuk, fogadják be pár napra, gondoskodjanak róla, hogy ne maradjon az utcán. Természetesen abban is nagy segítséget tudnának nyújtani, ha idéglenes befogadónak jelentkeznének. Ez természetesen elég nagy feladat, hiszen pótmamiként kell gondoskodni esetleg apró kölyök kutyákról, kölyök cicákról, de nagyban csökkenteni a zsúfoltságunkat. A nem várt vagy nem kívánt szaporulat okoz sokszor gondot, pedig felelős állattartással, ivartalanítással megelőzhető, hogy több kölyök elhelyezéséről kelljen gondoskodni. Az ivartalanítás több szempontból is javasolt társállatainknak. Az egyik szempont, hogy megelőzhetjük a nem várt vagy nem kívánt szaporulatot, a másik pedig az ivartalanításnak egészségvédő hatása is van mind a kutyák, mind a cicák esetében. Nőstény kutyáknál ugye petefészkét és a méhét eltávolítjuk, ezáltal megelőzzük a petefészek és a méhnek a cisztás, illetve daganatos megbetegedését, megelőzhető a gennyesmégyulladás, megelőzhetjük a hüvelyelőesést és a kellemetlen álvemhességeket is. Nyíregyházán 3 év után idén újra Ebb összeírás van, a Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft. Minden kutyatulajdonostól várja az Ebb összeíró adatlapot legkésőbb augusztus végéig. A kötelezettség elmulasztása bírságot vonhat maga után, annak legkisebb összege 30 000 forint.